Mindent besöpört idén a Szolnok férfi kosárlabda csapata, megnyerték a Magyar Kupát a Sopront legyőzve a döntőben, söpréssel verték a Paksot a bajnokság fináléjában, a hármas számú európai kosárkupában pedig bejutottak a Final Four-ba. Mindehez kellett, hogy még az idény elején edzőt váltsanak, most pedig szezonértékelő következik a csapat játékosával, Báder Mártonnal, ő a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Reggelt kívánok! Ugye Nedeljko Ašćerić edzőt december elején menesztették, és jött Dragan Aleksić, és akkor a csapat elkezdett szárnyalni. Mi történt? Hát azért ennél ez egy kicsit összetettebb. Akkor vizsgáljuk meg. Igen, tehát Ašćerić edző ugye tavaly évközben érkezett, és mint általában egy edzőváltás, ő is sok új energiát hozott a csapatban, nyilván egy kicsit megváltoztatta a játékunkat, és sokat is lendített rajtunk. Ebben az évben ő folytatta ugye a munkát, de valahogy kicsúszott a kontroll a keze közül. Tehát a csapatban, az öltözőben se volt a legjobb a hangulat, az edző felé egy kicsit megromlott a játékosok bizalma, tehát kölcsönösen volt egy ilyen egy olyan szituáció, ami talán nem volt túl ideális a közös munkához. De bocsáss meg, hogy közben állok, hogy de ennek ilyenkor van egy kiváltó oka, amire azt mondod, hogy valami történt, vagy egyszerűen csak úgy csúsznak vagy tolódnak az események, hogy ezt érzi a csapat? Talán egy kicsit felgyülemlettek a problémák, és a klub vezetése egyből lépett. És ugye az addigi segédedzőnk, a Dragan Aleksić, aki egyébként ugye Szolnok játékosa is volt, igen, és fontosan nem tudom, de azt hiszem 2 vagy 3 éve lett segédedző. Ugye őt nevezték ki a csapat edzőjének, és ezzel is nyilván ez is az oka annak, hogy a csapat elkezdett fölfelé megindulni. Volt egy-két játékos csere is, ugye itt az év elején, évközben. És hát hála jó Istennek ugye így alakult. És a jó húzásnak bizonyult. Elég jó húzásnak, igen. Pont tegnap előtt vacsoráztam vele, itt ugye az év után, a döntő, az ünneplés után, és akkor beszéltünk róla, hogy végül is ennél jobban nem is sülhetett volna el semmi. Ugye az összes porondon, ahol játszottunk, mindenhol, nem azt mondom, hogy megálltuk a helyünket, hanem kiválóan teljesítettünk. Talán túl is teljesítettük az elvárásokat azzal, hogy itt az Euro Challenge sorozatban bejutottunk a legjobb 4 közé. A 4-es döntőbe, az mindenféleképpen egy óriási siker, pláne úgy, hogy ugye 2 vagy 3 éven belül 2-szeres sikerült, igen, egy olyan csapatnak, mint a Szolnok, aki 4 vagy 5 évvel ezelőtt a selejtezőkből indult. Na most igazából az új mester az mind tudott viszonylag gyorsan változtatni. Tehát mi volt az a tulajdonság, ami szerinted ebben a sikerben nagyon sokat dobott, hogy így összerázódtatok és összeálltatok? Nyilván kapott, belecsöppent olyan szituációba, ami nem volt túl biztató, ráadásul neki ugye ez volt az első főedzői megbízása, mint vezetőedző az edzői karrierje során. Volt egy csapat, ahol a hangulat nem volt túl rózsás. Ez legfőképpen annak tudható be, hogy elég sok vereséget begyűjtöttünk abban az időben, ami az Adria Ligában azt hiszem, hogy bele is fér. Egy elég erős küzdelemsorozatról van szó, ahol az ember olyan csapatokkal játszik hétről hétre, hogy 2-3 vereség zsinórba simán becsúszhat, és akármennyire is profi egy játékos, és pozitív hozzáállású, és önbizalommal teli, azért 2-3 vereség után már nagyon nehéz pozitívan hozzáállni, és kell önbizalommal neki menni a mérkőzéseknek. Ő ezt a szituációt nagyon jól kezelte, nyilván kicsit közelebb is állt hozzánk, mint a főedzőnk, mert ugye hát közülünk való volt idézőjelben, tehát egy volt játékos. Így van, és szerintem főleg játékos oldalról tudta ezt az egész problémát megközelíteni, és hát ez maximálisan sikerült. Azt hiszem, hogy fölrázta a csapatot egyénileg, és csapatszinten is elbeszélgetett mindenkivel, kitől mit vár, helyre rakta az embereknek a fejébe a feladataikat, a pozíciójukat, és ez maximálisan jót tett a csapatnak, és sikerült kilábalni ebből a krízisből. Hogyha most időrendben haladunk hátulról a jelen felé, ugye februárban még kicsi nyögvenyelősen sikerült ez a kupa döntő, ugye 70-68 lett a vége a Sopron ellen, pedig már akkor ugye legyőzhetetlennek mondtak itthon benneteket, akkor még mi hiányzott a magasabb üzemmódhoz? Akkor sem volt rossz formában a csapat, és ott a kupa negyed döntőben kiválóan játszottunk, az elődöntőben magabiztosan hoztuk a Kecskemét ellen az elődöntőt, és ugye a döntőben a Sopron azt hiszem, hogy abszolút erőn felül teljesített. Vannak ilyenek, tehát azért a kosárlabda, mint csapatsport, sokszor van olyan, hogy egy csapatnak esetleg nem jön ki a lépés, vagy nem jön a dobás, vagy rossz napja van, és ugyanakkor egy másik csapatnak, aki talán gyengébb tudású, és 10-ből 9-szer alul maradna mondjuk egy jobb csapattal szembe,
összejön minden. Így van ez a faktor. És a Sopronnak egy ilyen napja volt, de még ugye ennek ellenére se sikerült minket megverni. Minden tiszteletet megérdemel amúgy a Sopron csapata akkor is, és az egész szezonban kiválóan játszottak, és megérdemelten lettek harmadikok. De azt hiszem, hogy azért azt mindenki elismeri, hogy náluk az olaj és a magyar csapatok nagy részénél, vagy az összes magyar csapatnál azért ebben az évben egy kategóriában jobban játszott és erősebb volt. Az eleve önmagában is kiemel benneteket a hazai mezőnyből, hogy nálatok az a hiányposzt kifejezés azért nem igazán ismerős? Tehát minden posztra megvan a két ember? Így van, ezt a vezetőség ezt tudatosan építette fel így, és úgy alakították ki a csapatot, hogy tudták azt, hogy ebben az évben is lesz 60-70, pontosan nem tudom hány mérkőzésünk, ugye, és minden porondon helyt kell állnunk, kivétel nélkül. Rengeteg utazással járnak ezek az adrenaligás vagy a Euro Challenge-es mérkőzések, és ehhez elég bőrrotációra van szükség, ezért úgy alakították ki a keretet, hogy minden posztra 2-3 játékos legyen, vagy akár beszélhetünk olyan univerzális játékosokról, akik esetleg 3-as, 4-es, 5-ös poszton, vagy több posztot is be tudnak játszani, ezért hogyha valaki kiesik, azt hiszem a mi csapatunk volt az egyedüli a bajnokságban, ahol ha valaki esetleg sérülés miatt nem játszott, vagy olyan is volt, hogy egészséges volt, de pihentették, akkor is a csapaton ez egyáltalán nem látszott meg. Ha egy kicsit a légiósokra térünk, hiszen Justin Holiday nagyon hasznos tagja volt a csapatnak. Jól látom, hogy egy olyan igazi NBA stílust képvisel? Igen, a Justin egy tipikus amerikai játékos. Olyan lehetetlen időben meg helyekről dobálja a hármasokat. Így van. Egy kiváló dobó, és ezt a készségét a csapat és az edző abszolút jól kihasználta. Rengeteget játszottunk rá, és építettünk arra, hogy ilyen magabiztos kinti dobó. Ő nem egy betörő játékos, nem egy pick and roll játékos, ő dobó. Tehát őt erre kell használni. Vannak nála jobbak mind passzolásban, mind labdavezetésben a csapatunkban, de azt hiszem, hogy mint dobó, ő messze a legerősebb, nem csak a Szolnokban, hanem mondjuk a magyar bajnokságban is. És de mennyire csapattag? Abszolút. Tehát azért nyilván az ember, ahogy én azért is, nem egy sok csapattársam, elég régen játszunk profi szinten, vagy rengeteg amerikával játszottunk együtt. Minden emberileg, mind játéktudásban és minden téren egy csillagos ötös játékos, tehát egy nagyon-nagyon szeretjük. Nagyon gyorsan beilleszkedett a pályán és a pályán kívül is, úgyhogy nem tudom még biztosan, de nagyon remélem, hogy jövőre is a csapatunk tagja lesz. Milosevic is idény közben érkezett, ő is adott komoly tartást a csapatnak, ugye lepattanozik és pöttyingeti az ezeket a nem túl látványos, de nagyon hasznos kosarakat. Mit gondolsz, ő marad? Milosevic marad, az egyértelmű, hosszabbított, ugye évközben érkezett és szezon végéig szólt a szerződése, de vele a klub már megegyezett és alá is írták a jövő évi szerződését, tehát ő is mindenféleképpen egy kulcsjátékos a csapatunknak. Na most, hogy ne csak a légiósokról, tehát Obi Trotter visszatérése hogyan segített? Obi Trotterről ugye tudni, mindenki tudja, hogy háromszor megműtötték a térdét. Ő ugye játszott még abban az olajban, ami három és négy évvel ezelőtt ugye kétszer bajnokságot nyert, vezéregyénisége volt annak a csapatnak. Mostani csapatban én vagyok az utolsó, ugye, aki játszott vele. Ugye mi mind a ketten akkor játszottunk ebben a két bajnok csapatban. És egyértelmű volt, és senki nem várta el azt tőle, hogy abban a formájában játszom, mint amúgy a formában, mondjuk elhagyta a Szolnok Jólaj csapatát. Az, hogy ő közel 7 vagy 8 hónapot kihagyott itt térsérülés miatt, és abból a rehabilitáció után már elkezdhetett komolyan kosárlabdázni, mozogni és edzeni, az nem jelenti azt, hogy ugyanolyan szinten lenne, mint volt. Én úgy gondolom, hogy nála türelemmel kell lenni. Most ugye itt a szezon után van egy 2-3 hónap, bő 2 hónap mondjuk, amíg elkezdődik a felkészülés a következő idényre. Nyilvánvaló egy profi szemléletű és egy nagy munkabírású játékosról van szó, ő egész nyáron azon fog dolgozni, hogy a térdét és esetleg az izomzatát vagy a formáját olyanra hozza, mint amilyen előtte volt. És akkor nyilván komolyabb teljesítményre lehet képes. Én úgy gondolom, hogy így is, hogy nem volt 100%-os, nagyon sokszor segített nekünk. Azzal mindenféleképpen, hogy ott volt velünk, mert azért őt nagyon-nagyon szeretjük mi is, a játékosok, a közönség is, tehát ő azért egy idézőjelben szolnokiak mondható. Mi gondolsz, Marci, melyik volt a legnagyobb sikeretek, a legjobb meccsetek a nemzetközi porondon? Ugye itt a Final Four-ba való jutás jelentő idegenbeli tartó elleni győzelem az egy eléggé nagy dobás volt. Igen, azt hiszem, hogy
a csapat, az a tartói mérkőzés, az, hogy idegenben nyertünk, megérdemelte a csapat ezt a négy bejutást, ugyanis a csoportunkban már szinte elsők voltunk, és ugye a hazai pályaelőnnyel várhattuk volna a negyed döntőt, vagyis a kvalifikációt ugye a négyes döntő jutásért. Ott egy utolsó másodperces kosárral és egy hosszabbítással végül egy olasz csapat, ugye, aki később megnyerte, nyert Szlovéniába, és teljesen váratlanul ők jutottak be ugye itt a négyes döntőbe, tehát azért itt a papírformák nagyon-nagyon borultak, ugyanis ennek hatására mi pedig pályahátrányból kezdtük itt a negyed döntőt. Kiválóan játszottunk ott. Azért az egy közhely, nem közhely, ott a tartunk volt igazából a nyomás, ők se számítanak nagy csapatnak hasonlóan, mint mondjuk a Szolnok, és nekik is egy óriási dolog lett volna bejutni a négyes döntőbe. A nyomást se bírták el, meg azt hiszem, hogy mi is egészen kiválóan játszottunk, jól támadtunk, jól védekeztünk, és nem volt esélyük ellenünk aznap este. Úgyhogy az mindenféleképpen egy nagy győzelem, de azért az Adria Ligában is voltak olyan sima, idézőben sima alapszakaszbeli győzelmek és mérkőzések, amik megverni esetleg egy Cedevitát, egy Partizánt. Ugye itt euroligás csapatokról van szó, tehát azért azok azt hiszem, hogy komoly fegyverténynek számítanak. Amúgy egyébként egy európai porondon is helytállni igyekvő magyar kosárcsapat számára az lesz az európai kosárlabda jövője? Vagy az lenne? Tehát ez egy jó és erős regionális liga? Most, ha az ember a magyar bajnoki döntőre gondol, akkor egy kicsit az az érzés, hogy igen. Igen. Ugye, amikor csatlakoztunk itt a magyar bajnoksághoz, a középszakaszban azért még voltak szoros mérkőzéseink. Azt hiszem, hogy rájátszásban az, hogy 9 mérkőzést nyertünk zsinórban, és nem kaptunk ki egyik ellenfelünktől sem, azért az azt jelzi, hogy egy kicsit kilógtunk ebből a mezőnyből. Hogyha ugye ilyenek az ambíciói a klubnak, már pedig ilyenek, és minden évben megpróbálnak egyre följebb és följebb lépni, ugye itt az Euro Challenge-ből az Eurocup-ba esetleg megtartani, vagy nem is esetleg, hanem biztosan ugye megtartani az Adria Liga indulásunkat. Ugye, ha ezek a dolgok adottak, akkor ilyen szempontból ezek a regionális ligák mindenféleképpen jók, pláne ugye annak tükrében, hogy Magyarországon látjuk, hogyha magyar élcsapatok nem csak a kosárlabdában, hanem jégkorongban, ugye a kézilabdában is így lesz, ha minden igaz. És hát igen, hát ha ti vagytok mondjuk a kézilabda, vagy a kosárlabda Veszprémje, ha így veszünk. Így van. Maradtok hosszú távon. Azt hiszem, hogy az is igaz, hogyha a Szolnok akármilyen erős kerettel, de mondjuk a magyar bajnokságban indulna el, akkor biztosan egy idő után visszaesne a teljesítménye. Mindenhez egy kicsit, nem akarok csúnyán beszélni erről, de le lehet szürkülni, de hogyha az ember egy komolyabb, a saját tudásánál erősebb szintű bajnokságba kezd el indulni, akkor ahhoz is hozzá lehet szokni ugye fölfelé. És hála jó Istennek ugye a klubunk biztosítja a csapatunkat arról, hogy mindig a legerősebb, vagy a körülményekhez képest a legerősebb bajnokságokba, kupákba induljon el. Úgyhogy ez nem változik a jövőben nem sem. Nem változik a jövőben viszont, sem. Bocsáss meg, hogy közben állok, mert a vége felé tartunk. A személyes sorsod és a jövődről azért még érdeklődnék. Hogyan tovább? Nekem szerződésem van, én maradok a Szolnokban, kiválóan érzem magam. Ugye én budapesti vagyok, és közel 10 éves, 9 éves külföldi karrier után tértem vissza a Szolnokba. Én egy kicsit már Szolnokinak érzem magam. Ugye itt játszom már 4 éve, a következő lesz az 5. szezonom. Úgy érzem magam, mintha oda születtem volna, mindenkit ismerek a városban, de ettől függetlenül nagyon hálás vagyok itt minden városnak, minden csapatnak, minden csapattársaknak ahhoz, hogy ott játszhatok, befogadtak. Azt hiszem, hogy azért a mai világban ez egy nagyon nagy dolog. És törekszünk arra, ugye, mint csapatkapitány, nekem azért kicsit több feladatom van ott a Szolnokban, mint egy sima vagy átlagos játékosnak. Gyönyörű, szép szériáról van szó, ahogy elkezdtük ezt az egész nemzetközi szereplést 4-5 évvel ezelőtt, ahova eljutottunk onnan, de ahogy az eddigiekben is beszéltünk róla, a klubunk mindig följebb és följebb akar lépni, vagy legalább ugyanazon a szinten maradni, és ez ugye ezekkel az indulásokkal, reméljük Eurocup, Adria Liga jövőre, ez abszolút mértékben biztosított. Most a pihenésről szól nyilván egy kicsit ez az időszak, de utána augusztusban megint elkezdünk majd edzeni, üdvös dolgozni azon, hogy még sikeresebbek legyünk. Na, hát akkor jó pihenést, utána meg a következő szezonban megint egy lépést fölfelé. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönjük.